Pintér Szilárd értékelte, majd megköszönte mindenki munkáját. Sikeres évet zártak. Alapvetően két napirendi pontunk volt, a 24 évi beállítási tervet és a munkatervöket fogadtuk el. Ilyenkor egy picikét rendhagyó módon tartjuk az ülés, mindig látszik is a háttérben. Mindig más házigazda van, és gyakorlatilag mondhatnám azt, hogy zárjuk az évet egy közös szolid vacsorával. Nyilván miután vidéken élünk és vidékiek vagyunk, természetesen a disznótorosnak van itt az ideje, úgyhogy Stemmler József házigazdánknak köszönjük szépen a lehetőséget, és remélem, hogy mindenki jó szájízzel fog távozni a mai ülésről. Pályázatokról is szó esett, hisz a vidékfejlesztésnek nagy jelentőséget kell tanúsítani a jövőben is. Én nagyon szívesen jöttem a Kaposmenti Társulásnak az ülésére. Egy rövid tájékoztatást tartottam arról, hogy milyen pályázati döntéseket várunk a jövő év első negyedévében, ami a járás településeit érinti, illetve röviden tájékoztattam az érintett önkormányzatvezetőket, hogy jelenleg milyen pályázatok futnak, és jövő év elején ígértem egy olyan szakmai támogatást, amiben megpróbálunk a térség önkormányzatai számára egy olyan szakmai tartalmat előállítani, amivel képesek lesznek ugye újabb forrásokat, pályázati támogatásokat elhozni. Karácsonyi csomaggal kedveskedtek a jelenlévőknek. A közös vacsora is jó hangulatban zajlott, az év eredményesen zárult.